Dávid személy szívre szóltak,
várjunk csak, mert töltetek támad. Szólít fogok a garda felségének, Abigailről, ő okos asszony, ő már kitalál valami jó utat is segíthet. Sietett és elmondta a rúgőjének, amit elmondta, hogy Nábán milyen titván utasította el Dávid követeinek udvarias kérését. Azt is elmondta, hogy Nábán és emberei, a Dávid és emberei jobban gondoskodtak a pásztorokról. Abigail is nagyon megrémült, amikor ezt meghallotta. Veszélybe került a férj. Nábán valóban volt. Hát nem tudta, hogy ki Dávid. Gyorsan határozott Abigail, meg kell előzni a férfiút, elébe fog menni Dávidra. Gyorsan, gyorsan, gyerekeljetek, vigyetek 200 kenyeret, 2 tömbön bor, 5 juhot és 200 hüvelykalácsot. Rakjátok fel a szamarakra és induljatok gyorsan, de azonban egy szót se szóljatok a férjemnek. Talán mindig elkerülhető lesz a szerencsétlenség. Menjenek előtte, vagy én is utánatok megyek. Most már el kell mondani a fiatal.
ami történik. Másnap reggel, amikor kiúzódott, elmesélte neki, hogy mi volt Dávid terve, és ő mit tett. Nábát kérdezte, hogy gyűlt volna, és megköszönte volna a feleségének, aki értetett a nagy haragragáját. Annyira dühös lett, hogy összeesett kertjében. 10 napig feküdt betegen, és egy szót sem tudott kinyomni ez idő alatt, de még mondani sem tudott. Aztán, mikor kicsit jobban lett, újból dolgot kapott. Az úr megverte Nábált, és amikor Dávid meghallotta, hogy Nábál meghalt, nem sokkal azután nagyon szívve, hogy különböző gyászidő eltestével követeket küldött Abigailhoz azzal a kérdésén, hogy akarja a felesége lenni. Abigailhez pillanatig sem fogozott, mert többet mondott. Nagyon szeretheti Dávidot, hogy búcsút nyomtott gazdag, gondtalan életére, és követett a menekülnek életét választotta, de tudta, hogy az úr Dávidra. Boldogok, akik békét teremtett, mert őt Isten fiának neveztet meg, Abigail bölcsessége felülről Istentől való, bármilyen élethelyzetben bölcsességet kaphat.